Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója. Először nézzük a nap kiemelt híreit egy-egy mondatban. Nagyobb lesz idén az árpa és a búza hozama, mint az elmúlt években Észak-Bácskában. Beszüntették a szombat óta tartó tiltakozást és útzárat Priepolje és Bielopolje között a málna termelők. Szigorították az agresszíven, erőszakosan vezető sofőrök büntetését. Továbbfejleszti ipari övezeteit a temerini önkormányzat. Nagyobb lehet idén az árpa és a búza hozama, mint az elmúlt években Észak-Bácskában, mondták el ma a gabona napokon, amelyet a Nagyfény közelében elterülő mintaparcellákon rendeztek meg. Az esemény keretében a mezőgazdasági termelők új gabonafajtákkal és termelési technikákkal is megismerkedtek. A csantavéri Domonkos Gábor 40 hektáron termeszt gabonaféléket. Idén fuzárium és rozsdabetegségek ellen is kezelnie kellett az őszi kalászosokat, az időjárás ugyanis kedvezett a gombabetegségeknek. Egyelőre úgy néz ki, hogy jó lesz a termés, ha az időjárás még ugye nem szól közbe, hiszen a nagyon nagy melegek is kihatnak a hozamra, vagy ne talán egy jégverés, ez mind még addig nem tudunk előre ugye jósolni, hogy mennyi lesz a hozam. A szabadkai mezőgazdasági szaktanácsadó iroda által megrendezett eseményen a mezőgazdasági termelők a Nagyfény melletti mintaparcellákat bejárva betekintést nyerhettek az újabb fajtákról és tanácsokat kaphattak a szakemberektől. Észak-Bánát kivételével az őszi gabonafajták jobb állapotban vannak, mint tavaly voltak, hangzott el az eseményen. Generálno možemo biti dosta zadovoljni u odnosu na to koliki je nedostatak padavina bio tokom aprila i maja meseca i ja moram istaći da su padavine bile lokalnog karaktera, naročito u maju mesecu imali smo neke delove gdje je palo i 60 litara kiše, a u nekim delovima Atara je palo svega 20 litara. A mezőgazdasági titkárság nem befolyásolhatja a felvásárlási árakat, jelentette ki Mészáros György, a tartományi mezőgazdasági titkárság növénytermesztési részlegének osztályvezetője. Azt tudni kell, hogy a mezőgazdasági titkárság nem bírja, az állami szektor nem bírja befolyásolni a búza árát, itt a keresett kínálat. Itt 15-16 plusz áfa ára, ami megjelent mind az árpára, mind a búzára, remélhetőleg megy felfelé. Az illetékesek szerint az árpa és a búza hozama a fajtától és az alkalmazott agrotechnikai módszerektől függően nagyobb lesz a több éves átlagtól. 7 tonnás átlag hozamot várnak hektáronként búzából és árpából. Az árpa aratási ideje már meg is kezdődött. Beszüntették a szombat óta tartó tiltakozást és útzárat Priepolje és Bielopolje között a málna termelők. Este megbeszélést folytattak Krisztó Jánosevics haladópárti parlamenti képviselővel, ezután álltak el a demonstrációtól és tették szabaddá az utat. A málna termelők hajlandók tárgyalásokat folytatni a kormány illetékeseivel, jelenti a tannyug. Anna Brnabics miniszterelnök egyébként korábban azt nyilatkozta, az állam nem tudja garantálni a demonstrálók által követelt magasabb felvásárlási árat, mert az csak is a piactól függ. Holnap fogadja a málna termelőket a mezőgazdasági minisztériumban Branislav Nedimović tárcavezető. A szerbiai RTV műsorában elmondta, megbeszélik majd a gazdák problémáit és megpróbálnak rájuk megoldást találni. A tárgyaláson nem lesz szó a felvásárlási árról, hiszen azt a piac határozza meg, tette hozzá az agrárminiszter. Sutra u 10 sati u Ministarstvu poljoprivrede ja ću imati sastanak sa ovom grupacijom ljudi i razgovarat ćemo o svim problemima, razgovarat ćemo o načinima kako država može da nađe načina, mogućnosti da smanji troškove njihove proizvodnje, kako da odreagujemo na nove tržišne izazove koji su se pojavili i koji nisu laki, koji su mnogo teški. Ova godina će biti teža nego prethodna, a i očekivanja za sljedeću nisu majestralne.
Szigorították az agresszíven, erőszakosan vezető sofőrök büntetését, jelentette be a Közlekedés Biztonsági Bizottság igazgatója Damir Okánovics. Június 1-ig a veszélyesen, illetve a 230 km/órával vezetők, valamint azok a sofőrök, akiknél legalább 2000-es véralkohol szintet mértek, 30 napos börtönbüntetést kaptak. E hónaptól viszont még szigorúbbak velük szemben. Az eddigiek mellett még 120 000 dináros pénzbüntetést is kapnak. A mostaninál szigorúbban ellenőrzik majd Szerbiában azt, hogy a gyerekeket megfelelően csatolták-e be az autós ülésbe. A Blitz cikke szerint a rendőrök például az autópályákon lévő fizetőkapuknál sétálgatva lesnek majd be a járművekbe. Ha azt látják, hogy a gyerek nincs bekötve, büntetnek. 10 000 dinárt kell fizetni a sofőrnek. A statisztikák szerint Szerbiában 10-ből csak 2 gyereket szállítanak szabályosan, vagyis a megfelelő ülést használva, illetve minden 10. személy csatolja csak be a biztonsági övet, ha a hátsó ülésen utazik. Az év eleje óta Szerbiában 3 gyerek halt meg közlekedési balesetben. A hét elejétől megváltozott a forgalmi rend Szabadka több pontján, és bizonyos utcák egyirányúak lettek, van, ahol az áthaladás elsőbsége változott. A gépjárművezetők többsége egyelőre megszokásból vezet, és észre sem veszik a kihelyezett új közlekedési táblákat. Jelzőtábla jelzi, hogy a Szentterész téren a Szentterész Székesegyház mellett elhaladó útszakasz mostantól 2 irányú. Viszont akik a Szentterész Székesegyház melletti parkolóba állnak be, azok utána innen vagy a Nikola Kujundzsics utcán keresztül a Preradovics utca irányába távozhatnak, vagy pedig a Szentterész téren balra kanyarodva elmehetnek a Zombori út irányába és ott hagyhatják el a parkolót. Vagy fordítva, a Zombori úttal a Petőfi Sándor utca irányába a Püspökségig lett 2 irányú az utca, bár a Zombori út felől ezt sehol sem jelzi tábla. Azt viszont igen, hogy a Nikola Kujundzsics utca 1 irányúvá vált, mégpedig a fasizmus áldozatainak terétől a Preradovics utca irányába. Ezt egyelőre többen figyelmen kívül hagyják. Ez a sofőr is szabálytalanul fordult be a Preradovics utcából a Nikola Kujundzsics utcába, bár a tábla jól látható, csodálkozva értesült stábunktól, hogy az utca 1 irányú lett. De mióta? Hétfő óta. Hát ezt nem tudtam. Most, ha itt rendőr lenne, akkor maga büntetést fizetne. Így, ahogy mondja. Nem figyeli a táblákat, vagy nem figyel eléggé oda? Én erre ritkán járok. Én amikor utoljára voltam, akkor még nem volt 1 irányú út. A Szentterész térnek a Székesegyház mögötti része a Zombori úttól a Nikola Kujundzsics utcáig szintén 1 irányú lett, a Nikola Kujundzsics utcától a Zombori út irányába. Itt pontos eligazítást mutatnak a jelzőtáblák, aki odafigyel, biztosan nem fog szabálysértést elkövetni. Stábunk azonban azt tapasztalta, hogy egyelőre sokan mégsem figyelnek vagy megszokásból hajtanak. Ugyanez a helyzet, sőt ennél sokkal rosszabb a sportcsarnoknál, ahol ott jártunkkor csak a szerencsének köszönhetően nem történtek balesetek, ugyanis mostantól a Szép Ferenc utcában haladó járművek élveznek elsőbséget a Tito Marsall sugárúton haladó járművekkel szemben. Ez eddig fordítva volt. Ennek az autósnak elsőbsége lett volna, mégis ő állt meg. Pa, znate kako, ja iz neke navike, pošto ovde godinama putujem, a vozim, a čuo sam informacije da je u nekim ulicama promenjen režim saobraćaja iz navike sam stao. Megváltozott az elsőbségi rend a Tito Marsall sugárút és az Májóvina utcák kereszteződésében lévő körforgalomban is, ahol a továbbiakban azok a járművek élveznek elsőbséget, amelyek a körforgalomból hajtanak ki a Tito Marsall sugárút irányába. Itt is káosz van, volt, aki a menetirányjal szembe fordult meg. A Kumanovo utcát is 1 irányúvá tették az Arszenije Csárnojevics utca felől az Iván Zajc utca felé, de itt is vannak szabálytalankodók. Akárcsak a Milosobilics utcának a Csárnojevics utcától a Majsai híd felé vezető részén, ami szintén 1 irányú lett. Radoslav Vukelic, a közigazgatási hivatal közlekedési szolgálatának titkára azt mondta, folyamatban van a még hiányzó jelzőtáblák kihelyezése is. Требају озбиљна средства да се обезбеде да би се сва саобраћајна сигнализација ускладила. Ово усаглашање ће се вршити у етапама, значи сукцесивно одређиваће се неки приоритети које су критичне неке тачке можда.
A jövőben egy előre meghatározott terv szerint ugyanis tovább folytatják bizonyos utcákban a forgalmi rend megváltoztatását a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében. Szabadkán ugyanis nagyon sok a szűk utca, amiket egyirányúvá kellene tenni. Öt középbánáti községben oldódhat meg az eső és szennyvíz elvezetés problémája. Erről ma döntöttek a községek képviselői. A fejlesztések megvalósítása a városok és községek állandó értekezletének irányításával, továbbá a svéd állam támogatásával történik. Az öt középbánáti község közül sehol sincs megoldva a szennyvíz elvezetés, holott ez alapvető környezetvédelmi követelmény. A települések többségében még vízvezeték hálózat sincs. Valamit csináltak körülbelül, de félig van meg van csinálva. A szennyvíz az is nem jó, pedig a faluban még ott katasztrófa, ott nincsen semmi sem megcsinálva. Nagy örülni, ha mindent megcsinálnak újból, és ha még a 21. században vagyunk, és pedig az nagyon sajnos, hogy abban nincsen semmi sem. Összefogással sokkal könnyebben és sokkal gyorsabban lehet megoldani a problémákat. A szennyvíztisztító rendszerek kiépítésétől függ a meg a folyó kitisztítása is. Zašto je to najveći problem? Upravo zbog zaštite životne sredine, ali i zbog dobijanja sredstava za čišćenje, izmuljivanje kanala Begije, jer dok ne zaustavimo zagađenje samog kanala, ne možemo očekivati ni sredstva za revitalizaciju kanala. A városok és községek állandó értekezlete egy projekten keresztül támogatja a helyi önkormányzatokat, továbbá a svéd kormány is biztosít eszközöket a fejlesztéshez. Követelmény azonban a lakosság széles körű bevonása a döntéshozatalba. Ono što novina u suštini u izradi regionalnog plana je pre svega uključivanje građana. Kad kažemo uključivanje građana, ne mislimo samo na pusto informisanje o tome šta će grad i ostale opštine da rade, već da ćemo uključiti u sam proces izrade regionalnog plana. A szerződést mind az öt község képviselőtestülete el kell, hogy fogadja, ezt követően nevezik ki a szakcsoportot, amely kidolgozza a javaslatot a regionális esővízgyűjtő és szennyvíztisztítási rendszer kiépítésére. Továbbfejleszti ipari övezeteit a temerini önkormányzat. Tavaly az Újvidék felé vezető út mellett lévő területek technikai dokumentációját fejezték be, idén pedig újabb két ipari övezet infrastrukturális terveit dolgoztatják ki. A projektet a Tartományi Regionális Fejlesztési Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság támogatta. A tartományi titkárság idén 1 millió dinárral támogatta a Temerin területén levő 21. és 26. ipari övezet műszaki terveinek kidolgoztatását. Ovaj projekat je veoma značajan kako bi se unapredila poslovna klima u cijeloj opštini Temerin, pre svega u Bačkom Jarku i predmetnoj industrijskoj zoni. Ono što je značajno jeste da će se uraditi u sklopu te projektne tehničke dokumentacije, uradit će se projekat rekonstrukcije saobraćajnice, kao i projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije, projekat privremene saobraćajne signalizacije i rekonstrukcija vodovodne mreže. Az Újvidéki utcán délfelé haladva, a bal oldalon, a Járeki helyi közösség lakóterületeit elhagyva, már megkezdődött az iparosítás, ám a területek jelentős része még üresen áll. Az utca mindkét oldalán levő földterületek ipari övezetek, ám egyelőre nem lehet őket rendeltetésszerűen használni. Ahhoz, hogy ide gyárak és üzemek épüljenek, először is a területek műszaki terveit kell kidolgoztatni. A temerini önkormányzat 5 éves fejlesztési terve előre látja, hogy 2021 végéig teljes műszaki dokumentációval rendelkezzen a község területen levő 6 ipari övezet. Milyen más módszerek vannak egy önkormányzat kezébe ugye, a gazdaság fejlesztésére, mint hogy ipari övezeteket próbál kialakítani a jövendőbeli befektetők számára. Én azon az állásponton vagyok, hogy ez jó dolog, és én szerintem én a temerini vállalkozóknak a jutányos áron való hozzájutását ezekhez az ipari övezetekbe annak vagyok a szószólója. Temerinen kívül a titkárság még 17 vajdasági önkormányzat fejlesztési terveit támogatta. Az ipari övezetek és a kiemelt jelentőségű területek műszaki terveinek kidolgozására az idén 16,5 millió dinárt különítettek el a tartományi költségvetésből.
pénzügyi törvénycsomagról, illetve azok módosító javaslatairól vitázik a szerbiai parlament. Több mint 1000 módosító indítványt nyújtottak be. Jorgovanka Tabaković, a Szerbiai Nemzeti Bank kormányzója korábban elmondta, a pénzügyi törvényjavaslatok célja az üzleti környezet javítása, a pénzpiac hosszú távú fejlődésének elősegítése és a pénzügyi szolgáltatások igénybevevőinek a védelme. A bankok között felmerülő díjakkal és az átutalásokkal kapcsolatos törvényjavaslat például elősegíti, hogy a központi bank garantálja az ügyfelek biztonságát és csökkenti a bankköltségeket számukra. A VMDK szerint a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítása nem felel meg a délvidéki magyarság igényeinek. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége azt írja, kielemezte a jogszabály javaslatát, és azt diszkriminatívnak és komoly hátralépésnek tartja. A VMDK szerint többek között nem biztosítja a kulturális autonómiát és a Nemzeti Tanács közjogi illetékességét, és csökkenti a szerzett jogokat. Pásztor Bálint, a VMS-DCP frakcióvezetője a Pannon RTV-nek korábban azt mondta, elégedettek a törvény módosítása terén elért eredményekkel az eredeti, tavaly ősszel megfogalmazott első javaslathoz képest. Hozzátette azt is, hogy sikerült elérni, hogy az állam hivatalból frissítse a választói névjegyzéket az ősszel esedékes nemzeti tanácsi választások akadálymentes lebonyolításához. Sikerült a hatásköröket megőrizni, néhány hatáskört sikerült is visszaállítani, és kikerültek olyan katasztrofális rendelkezések a szövegből, amelyek még benne voltak néhány hónappal ezelőtt, hangsúlyozta Pásztor Bálint. A boszniai államelnökség szerb tagjával, Mladen Ivanicsal találkozott ma a szerb államfő. Alekszandar Vučić azt nyilatkozta, hogy főként a kétoldalú kapcsolatokról, a régióban uralkodó helyzetről és a közös gazdasági projektek megvalósításáról tárgyaltak. A szerb köztársasági elnök kijelentette továbbá, hogy Szerbia tiszteletben tartja a Daytoni szerződést, amely a békét garantálja és amely kifejezi mindhárom államalkotó nemzet akaratát, mind a bosnyákokét, mind a szerbekét, mint pedig a horvátokét. Leszögezte, Szerbia elkötelezett a Bosznia-Hercegovinával való politikai, gazdasági együttműködés fejlesztése mellett. Tüntetéseket szerveznek ma Görögország szerte este 7:30-tól, a macedón görög névvita miatt vonulnak utcára a demonstrálók. Elégedetlenek a görög kormány névvita kapcsán kialakított álláspontjával. Egyebek között Nagy Sándor szülőhelyén és több nagyobb városban is tüntetnek. A névvita kapcsán egyébként mind Görögország, mind pedig Macedónia nyitott a tárgyalásokra. A végleges névről még nem döntöttek, de a legvalószínűbb, hogy a délszláv állam új neve Észak-Macedónia lesz. Korábban a Felső-Macedónia és az illésnapi macedóniai névváltozat merült fel legesélyesebbként. Donald Trump amerikai elnök és Kim Jong-un észak-koreai vezető csúcs találkozója a szingapúri Sentosa szigetén lesz június 12-én. A napirend még nem ismert. Sentosa Szingapúr déli partjainál fekszik, híres üdülősziget, turista paradicsomként emlegetik. Itt található a Városállam külügyminisztériuma, valamint az Egyesült Államok nagykövetsége is. Hétfőn a szingapúri kormány bejelentette, hogy június 10-e és június 14-e között különleges övezetté nyilvánítja a szigetet, ami azt jelenti, hogy szigorúbb ellenőrzéseket vezetnek be a szigetre belépőknek, és megnövelik a rendőri létszámot is. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Mesejátékok, népi hagyományok és táncok a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézményben. Ünnepélyesen átadták ma a Hajdújárási Lurkóház játszóterét. A Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ legkiemelkedőbb diákjait fogadtam a Fejsztámer Róbert Magyar Kanizsa polgármestere. A 9 kiváló versenyeredményeket elért tanuló közül 5-en végzősök. Az informatika és a mezőgazdaság terén több országos és nemzetközi versenyen diadalmaskodtak és öregbítették Magyar Kanizsa hírnevét.
Idén is számítógépes elektrotechnikus szakon tanulhatnak magyar nyelven az újvidéki Mihályló Pupin villamossági szakközépiskolába iratkozó diákok. A középiskolában a magyar tagozatra 30 új tanulót vesznek fel. Az Oktatási Minisztérium által felújított szakon a középiskolások új tanterv szerint új tantárgyak által és szakképzett tanárok segítségével szerezhetik majd meg a kellő tudást. Melyik az R2? Gyakorlati óra folyik az újvidéki Mihályló Pupin villamossági szakközépiskolában. A számítógépes elektrotechnikus irányzat harmadéves tanulói igyekeznek minél több tudást elsajátítani tanáraiktól. Megtanultam sok dolgot. Katonaszívja tanára megtanított programozni engem. Hát és meg lehet egyszer az életben programozó lesz belőlem. Meg lehet, remélem. Szerintem nem bántam még, hogy ide iratkoztam. Ha akarunk, lehet sokat tanulni, jót az egyetemre. Az egyetemen elég sok ilyen szak van, amit itt tanulunk. Na most ez persze függ attól, hogy melyik egyetemet akarunk írni, és hogy milyen nyelven, de szerintem, amit itt megtanulunk, az egyetemen nagyon jól kell használni. A számítógépes elektrotechnikus irányzat a legnépszerűbbek közé tartozik, hisz nagy kereslet van a szakmabeli emberekre, illetve a szak az egyetemi továbbképzés szempontjából is jó felkészítőnek bizonyulhat. Abszolút jó felkészítő szak. Azok a diákok, tehát így az előző évekből, akik egyetemre pályáztak, azok minden probléma nélkül bejutottak, sőt, elég magas pontszámmal. Ugye a modern gépek, a modern felszerelések, az okostelefonok, ezek mind hát, programozható készülékek, és ehhez tudnak a mi diákjaink is utána valami módon, vagy a hardveri szinten, vagy a szoftveri szinten ugye hozzászólni, hogy úgy mondjuk, és talán munkát találni ezekben az irányzatokban. Az újvidéki Mihályló Pupin villamossági szakközépiskola diákjai a 4 éves oktatás alatt a számítástechnikai ismeretek mellett megfelelő alapokat szerezhetnek távközlésből, elektronikából és irányítástechnikából is, ami sokat segít abban, hogy a későbbiekben más elektrotechnikával kapcsolatos munkakörben is elhelyezkedjenek. Mesejátékokkal, népi hagyományokkal, szavalatokkal és táncokkal készültek az évzáró műsorra a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény óvodásai Magyar Kanizsán. Magyar Kanizsa község több településéről érkeztek gyerekek a művészetek házába, ahol 8 produkciót tekinthettek meg a szülők. Ágoston Zsóka és csoportja hagyományőrző játékokat mutatott be. Mit fogtok már előadni itt az óvodás társaiddal? Civirintám, csavarintám, körtéfa, meg iglice szívem. A horgosi óvodások a húsvéti hagyományőrzést mutatták be, és így búcsúztak az óvodától. Táncol meg vársál. Milyen verset fogtok előadni? Meséld el nekünk. Én meg a Pisti a búcsú az óvodától. Az eseményen zömében olyan iskola előkészítős gyerekek vettek részt, akik az elmúlt év folyamán egy-egy nagyobb rendezvényen már megcsillogtatták tudásukat. Melódia nap volt az idén nálunk megszervezve, a gyermekkórusok és a zenekarok találkozója. A Becsén a májusi játékokon léptek fel a kolléganők, Kishegyesen a színjátszó találkozón, és ezeket mind a szülőknek itt most szeretnénk bemutatni. A Gyöngyszemeink elnevezésű évzáró műsort minden évben megszervezik. Ünnepélyesen átadták a Hajdújárási Lurkóház játszóterét. A létesítményt csúszdákkal, hintákkal, körhintával, homokozóval és sok más játékkal szerelték fel. Az építésben a Szor Optimist Klub is anyagi segítséget nyújtott. Juhász Márk nem régóta tagja a Lurkóház kisközösségének, de már most nagyon jól érzi itt magát. Kint is, meg bent is lehet játszani. És ez a rövid idő alatt, mióta itt vagy, szereztél már új barátokat? Hát sokat. A gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták a hírt, hogy játszótér épül. Eddig bújócskával, fogócskával ütötték el a kint töltött időt, most viszont számtalan játék közül választhatnak. Nagyon örültem, és nagyon, nagyon szeretem kipróbálni, meg
nagyon jó az új pörgő, meg a hinta. Csorba Laura csúszdázni szeret a legjobban. Fáradhatatlanul mászik fel többször is egymás után a mászókán, és nagy élvezettel csúszik le a tetejéről. Nagyon örültünk, hogy bírtunk játszani, és hogy bírunk mulatni kint a társainkkal. A hajdújárási lurkóház 2008 óta működik, jelenleg 22 szegény sorsú gyerekkel foglalkoznak nap mint nap. Harmad Károly, a Poverello Alapítvány igazgatója elmondta, a gyerekek egy részének a tanítók nyújtják azt a biztonságot és felhőtlen gyerekkort, amit otthon nem kapnak meg. Valójában az ember az játékos lény, sőt egyik rendtársam egy könyvet is írt arról, hogy a játszó isten, a játszó ember pedig az, aki az életet játéknak veszi, de mégis komolyan néz rá. Hát meg kell tanulni játszani is az életben. A Szoroptimist Klub 240 ezer dinárral járult hozzá a költségekhez. Míg vettük a libikókát, és vettük a körhintát és az alátéteket, külön tagjaink adományából, akik külön részt vettek benne, azok még megvették a szegőléceket, a homokozót, meg ilyesmit. A klub egész éppen támogatja hajdújáráson a rászorult gyerekeket. Idén összesen 320 ezer dinárt gyűjtöttek össze a lurkóház javára. Az elkövetkező napokban marad a meleg idő, de úgy tűnik, hogy egész héten nem lesz nyugtunk a viharoktól. Csütörtökön délelőtt a több-kevesebb napsütés mellett időnként erősen felhős lesz az ég, és elszórtan zápor helyenként zivatar várható. Délután a napsütéses időszakok között erősen megnövekszik a felhőzet, és zápor zivatar alakul ki. Helyenként felhőszakadás, jégeső is lehet. 24-29 fok között tetőzik a hőmérséklet. Marad tehát a strand idő, de nem árt felkészülni arra, hogy a medence, a tó vagy a folyó vize mellett az eső is eláztathat minket. De nem csak az ivatarokra kell a strandolóknak figyelniük, ne használják a nem kijelölt veszélyes, elhagyatott strandokat, csak is az engedéllyel rendelkező kiépített fürdőhelyeken mártúzzanak meg a vízben. Erre hívja fel a figyelmet a Belügyminisztérium búvár egysége. Arra is figyelmeztetnek, hogy alkoholos befolyásoltság alatt ne menjenek be a folyókba, a tavakba és a medencékbe sem. A szülők pedig tartsák szemmel a gyerekeiket. Fürödjenek felelősségteljesen, írják a közleményben. Néhány nappal ezelőtt egyébként a Nagybecskerekhez közeli melencei homokos mesterséges tóba fulladt egy 13 éves fiú. Egy tonna kukoricát nyerhet az, akinek a gazdaságában a legtöbb füsti fecske fészkel. A felhívást a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület jelentette meg. A kiírásban való részvételhez csak egy jelentkezési lapot kell kitölteni. További információ a www.pticesrbia.rs honlapon található. Barátságos mérkőzést játszik ma este Brestben a magyar labdarúgó válogatott. A fehér oroszok elleni mérkőzésnek ugyan nincs különösebb tétje, azonban Zsorzs Likens számára sorsdöntő is lehet. Ugyanis a magyar csapatot irányító szakember két kínos vereséggel debütált a válogatott kispadján, így egy harmadik kudarc idő előtt megpecsételheti a nemzeti 11-et irányító szövetségi kapitány sorsát. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztató azonban nem a magyar, hanem a fehér orosz válogatottat irányító edző Bakijáról marad emlékezetes. Igor Kriusenko ugyanis egyebek mellett azt nyilatkozta, hogy Nikolic Nemanja gólerősségétől is tartanak. A Chicago Fire gólzsákja azonban biztosan nem lép ma pályára, ugyanis korábban lemondta a válogatottságot. A fehér oroszok elleni meccs este 7 órakor kezdődik. A szerb labdarúgó válogatott a 15. legértékesebb csapat az oroszországi világbajnokságon, olvasható a játékosok aktuális piaci értékével is foglalkozó Transfermarkt oldalán. Mladen Krstajic szövetségi kapitány keretének értékét jelenleg több mint 242 millió euróra becsülik, amely 6-szor több, mint a szerbekkel egy csoportban szereplő Costa Rica válogatottjának becsült értéke.
A szerb válogatott ezen a téren egyébként Svájcot is megelőzi, így papíron a szerbek a második számú favoritnak számítanak csoportjukban a brazilok előtt. A brazil keret összértéke egyébként 950 millió euró. A VB két legdrágább résztvevője a spanyol és a francia csapat, amelyekben a játékosok összértéke meghaladja az 1 milliárd eurót. Amint azonban azt tudjuk, a labda kerek és a focit nem a számok játsszák. És eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Nagyobb lesz idén az árpa és a búza hozama, mint az elmúlt években Északbácskában. Beszüntették a szombat óta tartó tiltakozást és úgy zárat Priepolje és Bielopolje között a málna termelők. Szigorították az agresszíven, erőszakosan vezető sofőrök büntetését. Továbbfejleszti ipari övezeteit a temerini önkormányzat. Köszönöm figyelmüket, tudják, pannonrtv.com, ha még több friss hírt és információt olvasnának, ott riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon reggeliben szó lesz egyebek mellett arról is, hogy mennyibe kerül egy gombócfagyi Szerbia különböző városaiban. A Pannon Presszóban Mikes Imre Elek színész a Kosztolányi Dezső Színház új előadásáról a hajnali négyről mesél. A Szabadkai Magyar Rádióban pedig szó lesz egyebek mellett arról is, hogy hamarosan Szerbiában is kedvezőbbé válik a bank kártyás fizetés, mivel az új törvényjavaslat szerint a bankok kisebb kezelési díjat számítanak majd fel az ilyen formájú pénzforgalom után. Mi pedig most a közügyekkel folytatjuk, a stúdió vendége lesz Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője, aki a még aktuális pályázatokról beszél, de szó lesz még a vajdasági nyári táborokról is. Maradjanak velünk!